Minden függöny mögött ott van egy mozi. I guess to me, behind the curtain are emotions. Jürg szerint a függöny mögött érzelmek vannak. Váratlan dolgok, történések, amikor nem tudjuk, hogy meg fognak történni. Behind the curtain are adventures. Kalandok vannak a függöny mögött. Away from us. Behind the curtain is kind of a random access. Valamiféle véletlen rátalálás, valamiféle véletlen generátor működik. What happens to reality? It is film when it is shown? When it is film, to me, it becomes emotions. Tehát amikor az ember lefilmez valamit, akkor lényegében érzelmeket tesz bele, és érzelmeket hoz ki belőle. Emotions that make me think. És az érzelmek az embert meggondolkoztatják. If this experience is successful, it is like traveling to a foreign land. Olyan ez, mint hogyha az ember egy idegen országba utazna, hogyha ez a tapasztalásunk igazán mély, akkor olyan, mint hogyha kalandoznánk. It is an experience which intensifies the incidental. És a mozi az nem the unimportant. A mozi nem egyéb, mint egyszer, lényegessé tesz valamit, ami eddig korábban lényegtelen volt. Kevésbé fontos. Unexpectedly appears significant. És egyszer csak váratlanul valami, ameddig semmi nem volt, egyszer csak fontos lesz, valami jelentőssé válik. You see, I don't create for the audience. Nem a közönség számára készítesz. You don't create for the audience? And what? I don't create for myself. És még sem maga, sem a közönség számára nem alkot, úgymond. I create for discovery. A felfedezés kedvére alkot az ember. I don't make films to fit particular words. Nem a különböző szavaknak a kifejezésé, vagy egy megfelelő szövegkönyvnek a megvalósítása a film. Or dramatic exchanges between people. Vagy éppen dramatikus közlekedés és vélemény szerez emberek között. I create for me and atmosphere. De elsősorban a hangulat kedvéért teremt az ember filmet, csinál az ember filmet. You know, when I start, anything goes. It's like anarchy in the beginning. Minden, ami az ember az elején hozzákezdődik, egy kicsit anarchy. It's chaos. You ask my editor. Egy nagy káosz az egész, és megkérdezi az ember a vágóját, akkor ez egy káosz. I only rely on my visual instinct. Csak a képi ösztönökbe tudok hagyatkozni. You want to lull? I want to lull the viewer. Tehát el akarom egy kicsit varázsolni a nézőt, abba, hogy valamiféle gondolkodásba kezdjen. Into thinking that little is happening. És azt akarom neki elmagyarázni, hogy kicsi dolog történik. Because nothing is said. Mert hogy semmit nem mondunk ki. Just the pictures, you know? Csak a képek, csak a képek. While this is going on, I suddenly inject visual and musical flux. És tulajdonképpen csak beleinjektálok bizonyos zenei, illetve képi dolgokat. You see, this subversion of what our eyes are looking for and our ears want to hear. This subversion is the secret of how I convey a message of discovery. Hogy az ember ennek a felfedezésnek az érzelmi állapotát úgy tudja felkelteni a nézőben, hogy közben ezeket a képi és hangi hatásokat megteremti számára. Look, we're not too serious. We are too very serious, aren't we? Well, we try to talk about it. Azt mondom, hogy egy kicsit túl szigorúak vagyunk, talán túl teoretikusak, vagy túl okoskodók. Jürg ezen nevetett, lehet, hogy igaza is van. Lehet, hogy abban sincs igazunk, hogy nem is tudjuk, hogy az, amit mi most csinálunk, az egy film. What we are doing now is a film, or just something which may turn out to be a film. Most az, ami most születik, az egy film, vagy esetleg lehet belőle véletlenül film. I think we try to figure something out together. A knowledge? Tudást akarunk mi most? Ez egy folyamat, ez egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen az alkotásnak a folyamat.
Is it thinking or making people think? Az gondolkodás vagy mások gondolkodtatása? I think it makes us think. Us hát elsősorban mi magunk gondolkodunk. It makes us. Reflect. Mi magunkat vittük abba a helyzetbe, hogy reagáljunk, reflektáljunk a világra. And this is pretty close to how a film works. Ez eléggé hasonlít ahhoz, hogy a mozi vagy a film is működik. You work on something which you actually don't know. És valamilyen dolgozunk valami olyasmin, amit még nem tudunk, hogy mi lesz belőle végül. But while you work on it, de miközben az ember dolgozik rajta, it takes shape. Az alatt formálódik, az alatt megjön az alakja. You reflect. You start thinking. Az ember, amikor visszatükröz valamit, akkor ugye gondolkozik és valamit hozzáad. And the creation takes place. És itt jön létre az alkotás, vagy a teremtés. Do you think that anybody cares what we think? Már azt kérdeztem szerintem, hogy valaki is törődik bele, hogy mi mit gondolunk? You see, I don't care. Azt mondja, hogy ő nem törődik. If I discover something while we talk. Ha felfedez valamit, mondja Jürg, amiről beszélünk, menet közben felfedezünk valamit. That's what I do it for. Azt akkor a felfedezés kedvéért teszem. It's discovery. Movie is born when a film is moving. Why? When a film is moving. When we go on with our scooter. Ahogy megyünk a rollerrel ott körbe, az... Create a film. It's moving. It's repetition. It's making a picture go round. És az egyszer csak elkezd körbe-körbe menni és haladni is bizonyos értelemben. And there is no life, and there is no film, and there is no memory without things going round and round. De. Nincs emlékezés és nincs film tulajdonképpen körül a repetitív ennél a körbejáró mozgás nélkül. And if things go round and round and round, this may start to make you think about something. És hogyha ez valami így elkezd így keringeni vagy forogni, akkor tulajdonképpen el is kezd talán gondolkozni az ember. And then the visual and the musical experience is very good. És akkor a zenei vagy a hangi élmény az. What is cinema? Mi a mozi? Once again, we have to make a statement finally. What is a cinema? What is a moving picture? Cinema, to me, is an adventure, a visual and musical adventure. Tehát képi, hangi kaland a film. I cannot create in any other way. That's why I do it. És másképp nem is tudom elképzelni ezt, mint így teremtve kalandozva. Hello.